elképesztő bereket, csontsovány ember kiment a színpadra. Tudod, ott, tehát az nem szórakoztató dolog, ha szurkolni kell. Tehát ugye ez az ember kifogja, ez az ember, ez, tehát elemről megy. Tehát ez amikor visszatartod. Igen. Tehát, hogy úristen, hát nem fog lefordulni a székről. Tehát, hogy és hát szegény feleségem, maga széda, ugye 5 percet késve mentünk ki, mert engem még inekcióztak, meg feküdtem az öltözőbe. Jézusom Krisztián. És a tényleg korai volt. Gyere, fűtök! Hello, jó, akkor hacsukom addig, jó? Jó, kösz! Bármit levetsz. Vetkőzéssel indulom is. Irodalmi vetkőzés. Gyere. Hello. Zivanko. Hello. Jaj, de van. Igen. Jó, de jó itt. Jaj, hát ilyen ez a december. Ami már mindjárt január, ugye? Na, élet és irodalom szerkesztőségbe megyünk, a te drága munkahelyedre. Tudod az utat? Valami rémlik. Én az ÉS-be csak így fogok bejutni, hogy beviszlek. Nem tudhatod. Úgyhogy, de azért sejtem. És, de mindegy, hogyha már én itt ironizálok, meg önironizálok, hogy én, te emlékszel, hogy mi mikor dolgoztunk kvázi együtt? Persze. Akkor, a nőklapján. Így van, ott ne viccelj már, hogy ne. Ahol én nekem tök fura, hogy te ott csak két évet húztál le, de nekem sokkal, igen, sokkal hosszabbnak tűnt. Tehát ott valahogy, nem tudom, neked szerintem is hosszabbnak tűnt, de hogy valahogy úgy tűnik, mint hogyha valahogy nagyon... ott nagyon pörgött az élet nagyon, egyfelől. Igen. Nagyon... Én ott tanultam meg, hogy mennyi minden befér egy napba, meg hogy milyen hihetetlen. Tehát, azt is ott tanultam, hogy mit jelent dolgozni. Mondod azt, hogy amikor ide kerültél, akkor volt ez a, jól van, kisrác, hogy a faluról örülünk neked, írogassál, de hogy azért volt, aki ha nem is a szárnyaival rávett, de mondjuk segített neked. Én például hallottam, hogy Spiró György lakásában laktál. Így van, tehát azért sokan segítettek, meg sok olyan dolgot kaptam, amiből lehetett merítkezni. Tehát a Kemény István segített engem a pályám elején, ő indított el, nagyon sokat segített Eszterházi Péter, ösztöndíjakat grundolt nekem, körbevett. Kifejezetten sok szeretetet, örömet kaptam Vámos Miklóstól, és itt volt ez a spirói nagy lehetőség. Ez mi volt ez a konkrét? Hogy jött ez össze? Hogy kerültél te a Spiró lakásába? Ezt úgy képzeld, hogy úgy adta nekem kölcsön azt a lakást, és adott egy nagy bizalmat, hogy mielőtt egyszer se találkoztunk. Ne. Nem is ismertük személyesen egymást, ő azt mondta, hogy hát olvassa, amiket írok, és hallja, hogy segítségre szorulok, és ő neki, hát sajnos meghalt az édesanyja, és ott áll üresen egy lakás. Ha gondolom, ő nem adja ki azt albérletbe, de néhány hónapra, amíg a helyzetem nem javul, addig kölcsön adja. Uh-huh. És hát az nagyon édes, hogy két dolgot kért, az egyik, hogy ne utáljam meg. Már őt? Éha. És ezt egyébként, ha belegondolsz a saját életedben, hogy hányszor fordult veled elő az, hogy akin segítettél, az megutált. De ez miért van? A hála érzése nagyon fárasztó dolog. Aha. És nem szeretsz annak a közelében lenni, akinek folyton hálásnak kell lenned. És ezért inkább fölrúgod az egész viszonyt, és azt mondod, hogy hát köszönöm, akkor inkább nem. És persze megmagyarázod magadnak, hogy mi bajod van azzal az emberrel valójában, de hát ez nem igaz. És azt kérte a Gyuri, hogy ne legyek már hálás, legyek szíves, és maradjunk már jóba. Aha. Ez az első kérdése volt. A másik, ami segített ebben, és ez volt a legszebb, és szerintem ez egy nagyon jó felfogás, és ezt így kell csinálni, vagy így kellene, hogy azt mondta, hogy ezt úgy képzeljem el, vagy az legyen a szemléletem, hogy én most a központi jóból kivettem egy jó nagy adagot. És, de azt oda vissza kell tenni. Aha. És hogy majd, ha alkalmam adódik, és akár anyagilag, akár akár a pályámon vagyok olyan a helyzetben, hogy megengedhetem magamnak, hogy egy fiatalnak vagy valakinek ezt visszategyem, akkor tegyem, legyen szíves vissza, és nem neki kell ezt ledolgozni, hanem... És ez,
ez a szakma, meg ez az ország is más lenne, hogyha ebből a központi jóból kivetteket mindenki visszatenne. Bankból. Így van. És minden. Visszatettél már? Igyekszem, rakosgatom. Pont a múltkor meséltem egy kedves barátomnak, hogy néha nem egyszerű, és ezt már hallottam másoktól is, hogyha mondjuk azt mondod, hogy akkor most én ezt szeretném, akkor meglepődnek, mert erre sincsenek bevett módszereink. Tehát például az nagyon aranyos volt, ez egy ilyen különös kalandom volt, hogy a szülőfalumban, ami nagyon nagy tisztesség számomra, és tényleg könnyekig meghatódtam, annyira boldog voltam, díszpolgárrá választottak. Hát gratulálok! Azt tudom, hogy ez neked tényleg azért itt, majd beszéljünk erről a szülőfaluról egy kicsit, mert hogy ez a te írói munkásságodnak is egy hát ilyen... Hát hogyne? És hát azért nem így indult. Tehát amikor mi legesleg először találkoztunk, ami bőven a nőklapja előtt, az egy tévéműsorban volt, még a Szulák Andrának volt tévéműsora, ahol te éppen csak a Pletyka anyu és az Isten hozott. Így van, utána voltam. Után voltál, tehát az első nagy sikerek, ami egy ilyen falumítosz level 1000. És ott azért te kaptál utána otthon a... Hát bőven, pereskedés is volt, meg minden. Igen, volt. Szóval, hogy díszpolgárság lett belőle. Igen, mondjuk el, hogy mi ez a csodafalu az. Ez a Szegvárnak hívják, Csongrád megyében van, és nagyon boldog voltam tényleg. És mondtam az én kedves ismerőseimnek, hogy gyerekek, én a ezzel járó pénzt nem szeretném felvenni, hanem szeretném otthagyni egy helyi tehetségnek, akinek már láttok a pályáján valami indulást, tehát hogy szorgalmas, csinál valamit, de rászorul. Aha. Hát ez nem két perc volt, mire? Ezt, hogy most én kire gondolok, mire gondolok, hogyan, törörö. Tehát, hogy egyszerűen ilyen, ezek nem egyszerű menetek. Én örülök, egy kislány kapta, aki zongorázik, hát mondjuk ebből a zongorát nem lehetett venni sajnos. Nincs még nagyon eleged abból, hogy állandóan arról kell beszélned, hogy az utad a faluból a városba, és hogy ízni, mert hát ez az én pályám. Tehát, hát tudom, csak hogy mindig mindenki ezzel jön neked. Hát, hogy a... Most is állandó folyamatos kontaktus van, hiszen édesanyám ott él, és a férjével, és illetve az élettársával, csak egyszerűbb így mondani, bocsánat, hogy nyilván most, hogy különösen a kislányunkat nagyon áhítva várják, és folyamatosan kérik, hogy menjünk haza, nyilván teljes joggal, így aztán ez egy napi, meg heti kapcsolat, és mindig hallom, hogy mi van otthon, látom, hogy hogy élnek, én aktív résztvevője vagyok, tehát hogy átjárkálok ezek között a világok között most is nagyon aktívan, sok mindent tapasztalok, pont ezen a díszpolgári akármin volt egy nagyon megrázó beszélgetésem, ami egy nagyon mai dolog. Azt mesélte nekem egy generációmban tartozó srác, hogy ő nagyon gyűlölt engem a Pletykanyúért, mert úgy érezte, hogy elárultam a falut, meg úgy érezte, hogy kiadtam őket és megaláztam, és hogy én nevetségtárgyává tettem őket, azon indítottam el a saját karrieremet. Aha. És mondtam neki, hogy de hogy ne sértődjek meg, mondtam neki, ez egy érvényes olvasat, tehát hogy figyelj. Hát ezt akkor nem volt egyedül ezzel a nézettel annak idején. És hogy azt mondja, hogy ugye 3 éve él kint Németországban, gépsor mellett dolgozik, mint a fél falu. Ez ugye azt jelenti, hogy munkásszállókon élnek, buszokkal viszik őket, meg hozzák, meg autók, ki hogy sikerül. Szétszakadt családok, üres falu, tehát hogy mindegy. Kint Németországban, és ott nem volt mit olvasni, és valakinél meglátta, a kezébe vette, bármennyire utálta, a kezébe vette. És hát egyszer csak azt vette észre, hogy sír, meg nevet. És hogy piszkosul, jól esik neki, és hogy milyen sok szeretet van benne, meg humor, és hogy ő ezt nem tudta hova tenni, hogy hogyan változhat meg az ember nézőpontja ennyire. Ja, hogy ő akkor is olvasta? Akkor is olvasta. Oké, tehát hogy nem olvasatlanul sértődött meg mondjuk és úgy vélte, akkor az volt az ő egyéni olvasata, hogy ez egy Pletyka gesztus, ez nem irodalom, hanem... Értem, viszont ma 40x évesen... Igen, és ezzel a... És nem is érti magát most sem, tehát nem tudja, hogy e között, a két olvasat között hogy lehet ekkora különbség. És akkor mondtam neki, hogy ide figyelj, én olyan boldog lennék, ha te most sem értenéd ezt a szöveget. Elveszítenék ugyan egy olvasót, de az nem baj, mert az mit jelentene azt, hogy te maradhattál abban a közegben, ahol te egyébként szerettél volna maradni.
ahol neked volt egy koherens világképed, az a világkép arról tanúskodott, hogy az a falu az univerzum. Te onnan nézted a világot. Abba születtél, az a tiéd volt, mindenestül a... Nem lehet úgy elmenni Németországba gépsor mellé, hogy ez a világ ne törjön össze. Ahogy ezt mondod, hogy az a világ, amit eddig ismert, az ugye kényszerűségből összetörik, ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember a szüleiről leválik. Hogy hiszen amikor gyerek vagy, akkor neked az a világod, az a bel- és külpolitikád, ami a szüleiden keresztül megérkezik. Hozzád van egy világod, egy buborékod, egy eszmerendszered, egy keretrendszered, és ahogy leválsz a szüleidről, ez összetörik. És ezt nem lehet megúszni. Nem, sőt, hát ugye ennél durvább a helyzet, ezért, szerintem ezért kemény a kamaszkor. Én ezt most csomó mindent így írogatok erről, nagyon ugye megikletődtem, hogy van egy kislányunk, hogy de még már a kamaszkor is a fejemben van, tehát csomó minden, mert folyton azzal rémizgetnek. De még csak, de ne haragudj, de a kislányotok még icike-pici. 4 hónapos, hát igen. Egészen pici. De tudod, az ismerősök, barátok két dolgot kérdeznek, ilyenkor alszol-e? Nem azt kérdezik, hogy tiéd-e a boldogság szigete, igen. És hogy alszol-e? Nyilván nem, tehát akkor ezzel meg vagy fogva. A második, úristen, mi lesz kamaszkorába? Már most, igen, retteg. Minden esetre én legalábbis úgy voltam vele, amit a saját kamaszkoromról tudok egyelőre beszélni, hogy ennél durvább dolgot veszít el az ember, mert ugye addig, a kamaszkorig valahogy úgy tűnik, noha ezt sose fogalmaztam meg magamnak, de az a naivitás volt az enyém, és az szinte egy paradicsomi gyönyörűség, hogy a világ megérthető és leírható. Addig. Hogy valamilyen. És azt majd én most nem értem, de majd ha felnőtt leszek, akkor meg fogom érteni, és annak vannak törvényei, és az úgy belakható dolog. Na most ugye, ahogy összetörnek az idolok, ahogy összetörnek a szabályok, és magadra maradsz, meg bebábozódsz kiskamaszként, mit tapasztalsz? Nem, hogy nem lehet megismerni, meg leírni, hanem csak egyéni benyomások mentén lehet valami igazságot. És akkor elveszted Nincs ezt egy a... igazság. Igen, elveszted ezt a... Nem is tudom. Ezt a gyönyörű paradicsomi állapotot, és hát ebbe is bele kell többek között halni. Hát bele, de most még ezen szerintem ne parázzál, pláne azért, mert hogy Hanna, ugye? Így van, így van. Szóval, hogy azért ő beszélsz róla, ezért mondom, tehát, hogy ti őt örökbe fogadtátok. És ez, én azután olvastam már a legújabb regényedet, a Verát, amikor miután tudtam, hogy ez az örökbefogadás a te életedben megtörtént, és így ez különösen felkavaró volt annak a 11 éves kislánynak a története a regényben, mert hogy nem tudtam nem arra gondolni, hogy az egész ezt a keretrendszert, ami ahol a gyerekkori naivitás és illúzióknak az összetörését, világos. Ahogy végigköveti a regényben az ember, hogy majd Hogy annak idején, ugye nem tudom, 80-as években teljesen máshogy álltunk még, más volt a protokoll. Ott ugye azt mondták az örökbefogadó szülőknek, hogy ne mondjátok így el. Így van. Ezzel belefecskendeztek egy nagy-nagy adag titkot a családi viszonyrendszerekbe, viszont a ti lányotok pedig, hiszen beszélsz róla, ő beleszületik abba, hogy ezt ő tudni fogja. Tudni fogja, persze. Hát ő már internethasználóként született, ugye? Nyilván. Tehát ő neki nincs választása, hanem ő tudni fogja. Meg hogy igazából nektek sincs, mert hogy ez... Egyértelmű, hát nekünk is mondani kell. Igen. Megelőzte ez komoly mérlegelés azt, hogy lehet erről, akarsz erről beszélni, fontos erről beszélni, pont azért, hogy Hanna majd mivel találkozik? Világos. Hát tudod, úgy van ez, hogy az örökbefogadást egy nagyon alapos és nagyon hosszadalmas procedúra előzi meg. Például egy kifejezetten hasznos és izgalmas tanfolyam. És ezt sem, nem ironikusan mondom, tényleg marha jó. Tudom, igen. Ez... Tényleg marha jó. Mi nagyon szerencsések voltunk. Meglepően izgalmasra sikeredett az a négy egész napig voltunk összezárva vadidegen házas párokkal. Az egyébként kemény. Drámai helyzetnek is nagyon izgalmas. Hát mikor volt ilyen utoljára, tehát szemináriumon, vagy összezárva vadidegenekkel, vagy mit tudom én. Hát, és együtt gondolkodtunk arról, hogy mondjuk egy probléma helyzetben mit reagálnál. Ennek az örökbefogadás egy szelete volt, egy fontos, nagyon fontos szelete, de mondjuk az, hogy egyébként a te életed hogyan alakul át, mi történik majd veled, az egódnak mit kell lenyelnie, mit kell benne másképp gondolni. Én ezt tudom, hogy nem szép dolog ilyet mondani, vagy hát lehet, hogy egy kicsit szabálytalan, de hogy azt gondolom, hogy ezt nem lenne Isten ellen való vétek,
bocsánat, csak hallok itt szirénát, igen, és igen, nem igen, akarok keresztül menni a mentőnek, de nem erre jön. Nem is. Igen, nem lenne istenem. Ellenvaló vétek, ha valakinek vér szerinti gyereke születik, akkor is... Tanfolyam. Mondjuk, egy tanfolyam. Szülők iskolája volt ilyen régen. Hiszen nem kell vizsgázni, nem, senkit nem szégyenítenek meg, senkinek nem lenne gondja. Ellenben néhány órára végig kellene gondolni, mi várja őt, hogyan, tehát kicsit lelkileg rákészülni. Nekünk erre volt lehetőségünk, nyilván arra 9 hónap fölkészülésre, amire egyébként, amivel a terhesség jár, arra nem. És ott sok minden ilyet átbeszéltünk. Az egy kifejezetten alap volt, és arról nem is mozdult el senki. És az egy ilyen, hát ha nem is parancs, de egy ilyen nagyon erőteljes kérés a tegyesz részéről, az olyan gyermekvédelmi szolgálat, hogy a gyermek tudjon arról, hogy őt rúgva fogadta. Tehát az egy ilyen nagyon-nagyon alaphelyzet. Tehát, tehát ez ma már ez a kérés fogalmazódik van, meg az örökbefogadó szülők felé. Ez van. De érdekes, hogy ez így teljesen kicserélődött, két évtized, három megváltozott. Évtized alatt megváltozott. Ezt a traumák magyarázzák, azok a traumák, amelyeket okoztak a szomszédok, mérges nagybácsik és a többiek, akik ráolvasták ezekre a gyerekekre idegenként vagy félidegenként a valóságot. Mint ahogy a regényben is. Így van. Ahogy a Verában is ez történik, így van. Igen. Hogy eljusson oda egy emberpár, egy szerelmes pár, hogy jó, akkor elengedjük annak a kezét, hogy lesz biológiai gyerekünk, és beleállunk az örökbefogadási procedúrába. Hogy ezt próbálom letapogatni, hogy ez mennyire volt nektek traumatikus, vagy mennyire kellett ebbe egy picit belehalni nektek, mint pár, meg mint... Hát világos. Ugye mindenkinek más a története, és bármennyire hasonló közhelyei vannak, bármennyire hasonló fordulatai, mégiscsak az a helyzet, hogy az, hogy te a saját lemondásaidat és a saját kudarcaidat hogyan dolgozod föl, az egy radikálisan különböző történet. Nekünk a kudarc földolgozás közepébe jött az én betegségem. Hogy is fogalmazzak, ez egyszerre vett el annak az esélyét, hogy ezzel direktben tudjunk foglalkozni, másfelől egyszerre hozta meg annak az örömét, meg annak a kegyelmét, hogy mekkora dolog élni. Igen, azt mondjuk el, hogy fejnyaki daganattal diagnosztizáltak tavaly. Tavaly, így van, és ennek az összes eljárásával. De egyébként pont egy évvel éltek végül a kezeléseit. Így van. Aztán nyilván jobban tudod napra. Tavaly október 31-én, így van. Igen. Minden esetre, és ezzel együtt annak a hihetetlen nagy távlatát, hogy újra kezdhetjük. Aha. Hogy megpróbálhatjuk újra, hogy mi együtt vagyunk, élünk, és akkor most mi egy család lehetünk. Így aztán nekünk, amikor az esély fölcsillant, meg ennek a lehetősége, akkor tényleg őszintén mondom, hogy a világon semmi különbsége nem volt már. Tehát, hogy mi már úgy fogadtuk ezt a gyermeket, a mi gyermekünket, hogy ebben, és még egyszer mondom, nem tudom, hogyha ez nem lett volna, milyen lelki folyamatokon kell keresztül menni, de ebben nekünk már megalkuvás. Az, hogy nekünk magunkkal szemben valamit még helyre kell tenni, már nem volt. Aha. Hát igen, mert ilyenkor lép be az, hogy egy olyan betegség, egy potenciálisan végzetes betegség, az hova teszi hova súlyoz mindent, ami addig történt, és minden, ami azután. Tehát egy picit úgy képzelem ezt, mint, nem tudom, mi nagyjából egykorúak vagyunk, én egy picit idő, 75-ös vagyok, te 76-os vagy, és hogy akkor biztos emlékszel, hogy suliba volt úgynevezett időszalag. Töréórára kellett rajzolni felső tagozatban időszalagot, és akkor ott jelöltük be a különböző történelmi eseményeket, és helyeztük el nagyjából a így kontextusban. És hogy ez olyan, és nem pirossal kellett nekünk behúzni az időszámításunk előtt, ugye Krisztus előtt és Krisztus után. És egy picit ez a beteg, tehát a rákbetegség az olyan, ami pont ezt csinálja, hogy van egy ilyen előtte-utána. Igen, valóban. Nem? És ez az élet minden területét így ketté vágja. Ketté, és hát
a szemléleted is gyökeresen megváltozik, az életminőséged, az élettempóid, tehát nagyon sok mindent kell újra tanulni, nagyon sok mindennel kell megbékélni, másfelől viszont tényleg van az életörömnek egy ilyen plusza, ami nekünk ebben az értelemben a legkevésbé sem. Tehát, hogy mi olyan nyitott szívvel, olyan alanyi örömmel vártuk Hannát, hogy nem semmilyen módon eszembe nem jut, hogy mi nekünk kevesebb jutna ezáltal, kevesebb jut az élettől. Sőt, hát nem is tudom, tehát hogy nem is értem, hogyha ezeket, nem tehát, hogy hát ő az én kislányom. Hát, persze, ha nekem fel van, sem merül. A szeretet az szeretet, és kész. Így van, tehát nem. És az ő öröme felé, meg az ő ragaszkodása, és nyilván ahogy bekerült ő a legmélyeire, tehát hogy ugye azon gondolkodtam most, hogy milyen furcsa, hogy ugye a legbelső körbe ilyen gyorsan, ahogy egy gyerek kerül, oda, tehát hogy itt vagyok 44 éve, és abban a legbelső körbe nagyon szépen lassan kerültek eddig be csak emberek, és általában onnan kifelé kerülnek sajnos. Igen. És egyre inkább. Egyre inkább, és most egyszer csak, mintha ezt úgy képzeltem el vizuálisan, mintha egy ősfásba egy újabb öreg tölgy így belenőtt volna. Tehát, hogy érted, hogy olyan mély szeretet, meg olyan igazi, hát nyilván az hatalmas szerencse, meg egy óriási kegy az élettől, hogy mi az első pillanattól kezdve ott lehetünk az életében, és ezt megtapasztalhatjuk, és láthatjuk, hogy hogyan változik, hogyan alakul, hogyan fejlődik, milyen hihetetlen csoda napról napra, ahogy tanul, ahogy a fókusza változik a személynek, tehát hogy ez óriási dolog. És mi a helyzet a szeretet saját magad felé mutató vektoraival? Mert hogy az a betegséged, és ezt mondtad is, nyilatkoztad, ugye volt egyébként egy remek interjú erről az ÉS-ben, a saját lapotokban, amikor először beszéltél erről, és megrázó is volt, de közben az olyan, tele volt fontos mondatok, én azt vettem észre, hogy így virtuális szöveg kiemelőzöm, de hogy ott mondtad, hogy azért rendesen meg kellett tanulni újra szeretni magadat, meg az új Grecsó Krisztinát, és hogy ezzel hogy állsz, és például Hanna érkezése ebbe a folyamatban mennyit segített, vagy tett hozzá? Nagyon sokat. Ebben én éppen mélyponton voltam, ugyanis az a helyzet, hogy az egy természetes dolog, hogy nem tudsz minden pillanatban eleminek gondolt dolgoknak örülni. Tehát az, hogy mennek a napok, és te képes vagy bemenni dolgozni, és újra képes vagy a feladatodat ellátni, ennek hetekig tudsz örülni. De egy idő után ezt azért elkezdett természetesnek kezelni, elvégre ez az élet, tehát hogy miért ne tudnál fölülni a metróra, miért ne lennél képes ellátni dolgokat, újra fölemelni dolgokat, és a többi. Tehát ez azért ennek nem tudsz örökké örülni, ellenben ahogy elkezd működni az életed szépen lassan, és egyre több dolgot meg tudsz csinálni, és a gyógytornán segítenek, és már kezdenek az izmaid visszanőni, és már mit tudom én micsoda, akkor látod meg, mint egy nagy vákumot magad előtt, hogy viszont mennyi minden eltűnt. Külsőre akár, ugye a torz arcom, a nagyon sok minden, az ízérzékeléstől az akármíg, nem sorolom. Ez sok áldozattal jár, sok problémá. Ezek a kezelések nagyon sok mindent tönkretesznek, nem csak a segítenek, hála az égnek, mert most már nagyon sok mindent tudnak gyógyítani, de ugye hát itt konkrétan égetés és mérgezés zajlik. És ennek a szövődményeivel, ennek az ott maradt ügyeivel mondjuk egy ilyen fél, három-négy év múlva szembesülsz akkor, mikor már tényleg benne. És az nem, tehát az nem egy egyszerű menet. Ráadásul addigra már mindenki úgy kezel téged, hogy... Ó, meggyógyult. Igen, nincsen. Túl van rajta. Igen. És akkor... És ráadásul neked az arcod. Hát igen. Ami, hát, az égetés és mérgezés nyoma konkrétan a tükörkép. Hát és ott van. Ott, és a szemem lett más. Ez, így van. És belenéz meg hangot tükörbe, sem volt. Nem hát egyáltalán teljesen néma voltam. Igen. Na most jött egy csoda, egy hetes kis édes bogár, aki ott vöröslött nekem, a sírástól is, meg a kis hajacskája is, és
az időszámítás megváltozott, a viszonyok megváltoztak, a lehetőségek, és egyszer csak nem volt időm mondjuk hiúnak lenni. Mert ugye már nem volt ennek kerete, lehetősége. Igen, örültem, ha kapok levegőt. Egyébként te hiú ember voltál? Tehát mennyire voltál, inkább így kérdezem? Szerintem az nem tesz jót nekünk, és ezt bocsánat, hogy többes számban mondom, de ez a mindennapos rögzítések, ezek nem tesznek jót. Tehát, hogy állandóan, egyébként ez szerintem most már a civil létben is így van, tehát nincs is már bizonyos értelemben civil lét. Mert ugye, amíg nem volt ennyi fényképezőgép, hogy minden telefonban van, és nem voltak idővonalak, hogy állandóan rögzítve vagy, addig az emberek sokkal kevésbé reflektáltak, sokkal kevésbé reflektált életük volt. Most mindenki ebbe a csapda helyzetben van. Egymás szemében nézzük magunkat. És állandóan tükörhelyzetek elé vagyunk állítva, egy narcisztikus világ, és ez azért, tehát aki azt mondja, hogy ő rá ez nem hat, az egy ilyen, az egy áll, ez egy póz. Tehát, hogy és nyilván én rám is hatott, rengeteget szereplek, nagyon sokat dolgozom, én ezt szeretem csinálni, tehát nem semmiféle, nem, ne beszéljünk mellé, én kifejezetten szeretek a színpadon ülni, igen. Tehát hogy nem gondolom azt, hogy az olvasóval gond lenne találkozni. Na most gondold el ebbe, amikor én nagy örömmel visszatértem, és akkor hát egy kicsit hamar. Egy kicsit én erősebb volt a visszavágyásom és az önbizalmam, mint amit az én testemnek. A Kollár Lacival léptünk fel a MIPA-ban. Aha, Kollár Klemenc lesz. Így van, igen. Akivel zenéltek, ugye? Így van. És a MIPA is kérte, hogy ne mondjuk le, teltház volt, fesztivál, színház, nagy esemény volt, szép volt. Ez 450 ember. Így van, nagy dolog volt. Na de én 62 kiló voltam, hát 1,80 magas vagyok, 62 kiló voltam, elképesztő berekett, csontsovány ember, kiment a színpadra. Tudod ott, tehát az nem szórakoztató dolog, ha szurkolni kell. Tehát ugye ez az ember, tehát elemről megy. Tehát ez amikor visszatartod. Igen. Tehát hogy úristen, hát nem fog lefordulni a székről. Tehát, hogy és hát szegény feleségem, én meg a szívét, ugye 5 percet késve mentünk ki, mert engem még inekcióztak, meg feküdtem az öltözőbe. Jézusom Krisztián, és a tényleg korai volt. Az a feleségem már nem kapott levegőt, azt hittem nem bírok kijönni, tehát hogy azért nem indul az előadás, mert én nem bírok kijönni. Tehát hogy és visszanéztem a felvételt, és kértem, hogy mi pártól, hogy ezt nem nagyon, ezt nem ár. Nem utogassák, igen. Hát igen, szóval, hogy ez az biztos, hogy az nagy tanítás egy ilyen betegségben, hogy türelemre, meg alázatra oktat az élettel, meg saját testeddel. Hogyne. Kapcsolatban azért hajlamosak vagyunk. Egyrészt hiába vannak most már történeteken keresztül, személyes történeteken keresztül, edukatív tartalmakon keresztül sokkal többet tudunk elvileg a rákról. Sokkal több, tehát jobban tudnánk talán, vagy okosabban viszonyulni, beszélni róla, jobb kérdéseket tehetnénk föl. Ha csak azt nézem, hogy nálunk a VMN-en az elmúlt 5 évben, amióta létezünk, hány anyag, rákedukációs anyag jelent meg. Ehhez képest még mindig finomkodás van, és még mindig vannak rossz mondatok, és még mindig van áldozati hibáztatás. Ezt te is tudom, hogy sokat kaptad, hogy biztos nem véletlen. Biztos nem véletlen, és hogy mit gondolsz, mit rontottál el, igen, hogy ezt például kaptad. Igen, ami bele se gondol az ember, mert jó indulattal mondja, meg ő is a saját referenciából tud csak dolgozni, de közben mérgező. Hát hogy nem. A beteg emberre. Ugye nyilván ezt abból a nézőpontból mondják, nem akarnak rosszat, ezt abból a nézőpontból mondják, hogy segíteni szeretnének a gyógyulásban, és azt gondolják, hogy a lelki tényezőkkel tudsz magadon segíteni, és azok a lelki tényezők, amiket eddig elrontottál, azt javítsd meg, és akkor meg fogsz gyógyulni. Ezt tényleg tanulni kell, tehát ez egy olyan kommunikációs helyzet, amit csak tanulva lehet elsajátítani, tehát ezt el kell mondani, nem, ez nem segít. Hiszen éppen egy olyan öngyűlöleti fázisba érkezik, amikor te magad is próbálsz azzal megbarátkozni, vagy azzal a helyzettel valamit kezdeni, hogy ebbe kényszerültél, hogy az életed ketté tört, hogy vége vannak a hétköznapjaidnak, hogy nem úgy élsz, ahogy eddig, és hogy ezt te miért kaptad büntetésként, vagy mire járt ez, és hogyan. Azt kell mondjam, hogy például az egy nagyon fontos információ, és azt jó lenne tudni, hogy a,
és elmondani, hogy, hogy most már tudják, hogy a rákbetegségek nagy százalékát, kifejezetten nagy százalékát, és ez egyre bővül, vírusfertőzések okozzák. Hát a teljes retetben így van. Ezeket különböző vírusfertőzések okozzák, emely vírusokat bármikor bárki elkaphatja, sőt ez utóbbit például a lakosság 80%-a valamilyen formában hordozza magában. Hogy ebből mikor mi alakul, azt... immunrendszer, stb. Környezetében a társok... Na most ugye... az sem lehetetlen, hogy ahogy ez a kutatások változni fognak, egyre több dologról derül ki, hogy konkrét okokat tudnak majd mondani, mert eddig mondták a stresszt, a helytelen étkezést, az akármicsodát megint. És akkor ugye nekem is volt az a kommunikációs helyzet, amikor azt mondta az orvos, hogy hát ugye sportolni kéne, és mondtam, hogy hát heti 4-5-ször futok, az nem elég? Ja, de az nem rossz, mondja, hát akkor az oké. Akkor, hogy hát sok egészségesen kellene táplálkozni, hát mondom, halat eszünk, hallal, meg zöldsége. Dohányzásról le kéne szokni, nem dohányzom. Tehát, aha, és akkor ugye ezek... Szökült a kör, és magyarul. Aha. És a végén ott tartottunk, hogy hát tulajdonképpen azon, hogy is fogalmazzak, életmódbeli tényezőkön, ami elvileg múlik, azon nekem nem lehet. Uh-huh. Én nem lehetnék beteg. Tehát, hogy... Na jó, hát ez... Jó, tanuljuk ezt, persze, de például te is tudom, hogy megtanultad azt, hogy például elfogadni a segítséget. Kérni és elfogadni. Hát és utána a helyén kezelni magadban. Hát, mert hogy megszoktam, hogy nem vagyok rászorulva. Igen. Sőt, büszke voltam arra, hogy nem vagyok. Sőt, büszke voltam arra, hogy mondjuk a tanulmányomat úgy tudtam elvégezni, hogy én közben dolgoztam, hogy magam tartottam el magam. Én ezekre mind. Hát tehát, 14 hogy... éves korod óta egyedül boldogulsz. És akkor ezt... És nyilván 18-ig anyukám, amíg tudott, persze, nyilván anyagilag segített, de utána én büszke voltam arra, hogy egy ilyen self-made man vagyok, aki ezt föl tudta építeni. Hogy ebbe az egóm mennyire belecsontosodott ebbe a büszkeségbe, és hogy ez már több mint büszkeség, azt nem vettem észre. Aha. Hogy ez egyfajta merevség is, és hát volt egy különös élményem, egy nagyon kedves pedagógus Tamásiból, aki Kovács Zsuzsának hívják egyébként, aki nem ismertem előtte és nem találkoztunk, hajtogatott nekem 1000 darut. Origami darut. 1000 darut. Mert ugye ennek van a japán kultúrában. Nagyon, a beteg embereket segítő. És hogy ugye így van, ők ott tartják, ugye, 1000 darabot? 1000 darabot, így van. Jesszus. Micsoda rajongói szeretet. Az hihetetlen. De tényleg. Na most egészen addig ha árat szeretett, vagy jó kívánság, vagy akármi, akkor én ott elszigetelt magányomban, amiben kényszerültem egyik percről a másikra, ezzel nem tudtam mit kezdeni. Tehát sőt, inkább valamiféle indulatot szabadított fel bennem, hogy könnyű neked, te éled az életedet, én meg ilyen kizökkentem, én nem vagyok sehol. Sőt, ugye nyilván azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem egyik percről a másikra. Hát ez a másik szembesülés, hogy pótolható vagy, meg minden. De hogy mennyi? Igen, és minden. Így, tak, igen. És minden megy. Szóval ebbe bejött az 1000. Ebbe bejött ez az 1000 daru, a Zsuzsa küldeménye, és akivel természetesen azóta ismerjük egymást. Most ezzel nem lehetett mit kezdeni, tehát, hogy ezt nem... Tehát erre nem lehetett se indulattal, se haraggal, se elutasítással reagálni. Ez valahogy olyan... Mert hogy volt benne egy finom tartózkodás is, hogy nem tolta magát oda, nem... Volt egy ember, aki tudtam, hogy idegenként szurkol nekem, és gondolt rám, mi alatt... Hát ezt nem 2 perc alatt ezeket meghajtogatom. Hát igen, mert benne van a keze munkája, és azt nem lehet elvitatni, tudod? Igen, hát az nem egy szép mondat, egy nem tudom micsoda, hanem a keze, igen, munkája, az idő, az energia. Na, az aztán egy ilyen nagy kalapáccsal letörte a burkot körülöttem, meg a lelkem körül, és a feleségem állított haza egy hatalmas ilyen rajzmappával, amivel a momésok járnak folyton, tudod, ez a képzőművész mappa. Abba fért bele, és akkor az úgy megnyitotta, és akkor megtanultam elfogadni. Például az azt jelentette, hogy akkor a barátaim segítségét is. És attól kezdve megszervezni azt, hogy a kezelésre kivisz.
és akkor hogy szóljak időbe, hogy az ne legyen probléma, hogy megtanuljam, hogy ezeket a beosztásokat megcsináljuk. A feleségem nyilván folyton csinálta, segített az öcsémtől a legkülönbözőbb, tehát közeli barátok vittek minden nap. Most hogy vagy? Mert azt hallom, hogy a hangod az visszatért, még egy picit dörmögősebb, de úgy nem áll rosszul egyébként. Tehát például énekelni tudsz? Tudok. Hamarabb tudtam, mint beszélni kérdezett. Tényleg? Másfajta módon. De érdekes tudtam, ez. Tudtam felszabadítani a hangomat, ami nyilván azt jelenti, hogy nem tudok vele rendesen bánni. Tehát, hogy ugye, mert azért kell beszédterápiára járnom, hogy azt megtanuljam, hogy itt beszélsz elő, tudod. Tehát használod a hangképző szerveidet, legfőképpen a fogadat, a szájüregedet, és nem a hangszáladait előteted. Meg, hogy egyébként ez a nagy hibám, hogy valamiért, mintha be akarnék burkolózni, a hangomat is így lefelé viszem, pedig azt nem szabad, ezt mondják, hogy nem szabad. A doktornő is mondja, meg a Bagó Gizi is. Mindesetre próbálok a magam hangján beszélni, és hát jól vagyok, hát mondom, sok olyan dolog van, amit elhagynék, meg ami így a 40-es éveim közepére lassan, meg azért, mert odaérünk lassan, még nem kellene, hogy természetes legyen. Aha. Én legalább hamarabb megszokom. De például micsoda? Hát a kemó nagyon ledarált sok mindent, az izomzatot azt már emlegettem, meg tartást, meg ugye egy... Ne ijedj meg, csak egy baleset közelében vagyunk, és ezzel csak a nézők miatt is mondom, hogy igen. zajlik a budapesti élet, szóval ledarált a... Hát és ugye ez a mozgásomat, az erőnlétemet, tehát sok mindent befolyásolt, és hát nem jó sajnos. Az ízeket például már ilyen 70-80%-ig érzem, tehát hogy... Annyi minden van, amire nem is gondol tényleg az ember, hogyha nincs benne. Sok minden van, igen. Van ez a rögzült fordulat, hogy gyógyult rákbeteg, amiben a rákbeteg a jelzett szó, és a gyógyult csak a jelző. Az leírja a viszonyunkat, a nyelv mindig tükröz mindent, leírja a viszonyunkat ehhez a betegséghez, vagyis egy bilog, ami rajtad marad. Ezért azok, akik ezzel küzdenek, azok igyekeznek ezt eltitkolni, hogy utána ne kelljen ezt a bélyeget magukon hordaniuk. Hát, na most, amikor Kosztolányi meg Babics beszélnek erről interjúban, akkor ez még nincs. Akkor a legtermészetesebben mesélnek a küzdelmükről, az arról, hogy hol tartanak, arról, hogy milyen eredmények vannak, és boldogok, amikor visszatér a hangjuk, és... És nyíltan. És nyíltam. De ez miért lett? Azért, mert több a rákbeteg? Vagy többet beszélünk róla, ezért intenzívebb a jelzős szerkezet is? Valószínűleg, hogy sokkal, hogy egyfelől, tehát szerintem két irányba indult el a dolog. Egyfelől szinte mindenkit érint. Hát mindenkinek a családjában ez probléma. Ha nem ő magát, akkor a családban biztosan van, aki ezzel a küzdelemmel kell, hogy szembesüljön, ezt a traumát kell, hogy elviselje. Tehát, hogy egyfelől társadalmi jelenség lett, másfelől meg tabu. És hát azért ez eléggé furcsa, ez a kettő együtt. Elég sok ilyen van, hát azért ezt valljuk be őszintén. Minden esetre, ahova most jövünk az ésben, ott azért a legsötétebb időkben is a két heti tévékritikák azok mentek. Megírtam. Valahogy megírtad. Soha az életben, még egyenesen, soha az életben akkora örömet nem okozott, hogy meg tudtam csinálni valamit, és hogy ezt létrejött, és képes vagyok, és még tudok annyira koncentrálni, és itt, ha keresünk valami parkolóhelyet, az sokat segít. Én is csak ott, mintha lenne egy... Igen. Én ideálok, mert kicsi vagyok, a sáv meg nagy. Ott is néz, ott van egy csomó. Szóval akkor ez azért tartott, úgymond közhelyesen tartotta benned a lelket. Abszolút. Rengeteget jelentett. Egyfajta kommunikáció is volt a világgal, hiszen én olyan tévékritikákat írok, amik nagyon sokszor inkább jegyzetek. Igen, sokkal több, mint egy napló, úgy is fel lehet fogni. Tehát nem véletlenül, mondták is ismerősök, amikor meglátták az első dolgozatot a Családi Kör címmel, akkor gondolták, hogy valami megváltozott az életemben. Igen, le lehetett követni. Na, megkísérünk mennyibe, köszönöm. Várnak szépen. Várnak bennünket.
Egy kávét azért, ígyunk meg egy kávét. De mielőtt megiszunk egy kávét, azt már kamerán kívül fogjuk, úgyhogy ja, köszönöm neked a beszélgetést. Ó, de drága vagy, én is köszönöm. És egy, még egy közös fotót csináljunk. Csináljunk közös fotót, hát én nagy örömmel. Köszönöm. Szerintem ez a művészet lényege. Ha nem éled meg, vagy nem teszel vele mindent, szerintem az kiderül, és nem akarom a kolléganőimet megbántani, vagy nem tudom, de ez nagyon egy színésznőnek és az anyaság, az két különböző dolog. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.